Teljes terjedelmében égett egy 70 négyzetméteres melléképület Magyarszerdahely külterületén vasárnap este. Tájékoztatott Kósi Zsolt, a Zala megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Mire a tűzoltók a helyszínre értek, a lángok már egy gépjárműre is átterjedtek. Este 4:10-kor érkezett a jelzés a katasztrófavédelem műveletirányító ügyeletére. A fatároló épületben különböző szerszámokat és gépeket tartottak. Azzal kapcsolatban nincs hivatalos információ, hogy az eszközök megsemmisültek-e a tűzben. A lángok a főépületet nem érték el, és személyi sérülés nem történt. Mire a nagykanizsai és a nagykanizsai hivatásos, illetve a Gelsei önkéntes tűzoltók a helyszínre értek, a lángok egy gépjárműre is átterjedtek, és a helyszínre Zalaegerszegről egy vízszállító jármű is érkezett. A rajok vízsugarakkal megfékezték a lángokat, és az égő épületből egy széndioxid palackot is kihoztak. A gyors beavatkozásoknak köszönhetően a tűz a főépületre nem terjedt át, és szerencsére személyi sérülés sem történt.